Ki volt Horthy Miklós valójában? Én azt gondolom, hogy aki Horthy Miklóssal, az ő személyével szeretne foglalkozni történészként, annak nagyon, nagyon nehéz dolga van, mert nagyon, nagyon szélsőséges az ő megítélése. Az én célom pedig ezzel a videóval, ezzel a kis előadással az, hogy elfogultság nélkül, tehát csak a tényeket bemutatva beszéljünk, nézzük meg, hogy ki volt ő valójában. Kezdjük is. Horthy Istvánnak hívták azt az ősét Horthy Miklósnak, aki 1635-ben nemességet kapott II. Ferdinánd királytól. A család egyébként székely eredetű, de ekkor már a királyi Magyarország területén élnek. Horthy Miklós apját is Istvánnak hívták. Ő a főrendi ház tagja volt, mivel egy 1500 holdas birtok tulajdonosa volt. És Horthy anyját Halasi Paulának hívták. Horthy István, ez a Horthy István meglehetősen szigorú ember volt, gyermekeivel is szigorúan bánt. Sok gyermekük volt, 9 szülése volt Halasi Paulának, de több gyermekük fiatalon, illetve gyermekként elhunyt. Horthy Miklós bátyja, aki kb. 10 évvel idősebb volt nála, ő is katonatisztként szolgált, és lovassági tábornok ki rangig jutott, és Székesfehérváron szolgált, kitüntetett első világháborús hős, Mária Terézia rend, tehát katona ember volt ő is. Horthy Miklós 1868-ban született, és 1901-ben házasodott meg, feleségül vette Burgli Magdolnát, akitől 4 gyermek született, 2 lány és 2 fiú, az idősebb fiú István, illetve a fiatalabbik Miklós. A családi visszaemlékezések szerint egy eleven érdeklődő, rossz csont, ilyen kis kaland kedvelő egy kisgyermek volt. Az elemi iskolai tanulmányait magánúton kezdte el Kenderesen, majd a debreceni református kollégiumban, mert hogy Horthy református vallású, református kollégiumban tanult, majd Sopronban, gimnáziumban Sopronban járt, ahol németül oktatták, egy német nyelvű gimnáziumban. Horthy egyik bátyja, Béla nevű bátyja, a Fiumei Marine Akadémiai hallgatója volt, ez egy monarchia haditengerészeti tisztjeinek a képzésére szolgáló intézmény volt, és ezt a Béla nevű testvérét, ezt halálos baleset érte egy hadgyakorlat alkalmával, és Miklós, Horthy Miklós a család, a szülei ellenkezése ellenére is úgy határozott, hogy jelentkezik ebbe a katonai akadémiára, mint egy a bátyja helyére. A második számú katonai tisztképző intézmény volt a monarchiában, ez a Marine Akadémia, ahogy a legjelentősebb ilyen tisztképző intézmény az a bécsújhelyi akadémia volt. Egyébként a Ludoviceum is csak harmadik vagy negyedik volt ebben a sorban. Tehát egy rendkívül szigorú intézményről van szó. Abban az évben 612 jelentkező jelentkezett 42 helyre. Eléggé szigorúak voltak a felvételi követelmények, és egyébként is ez a 4 éves képzés alatt a hallgatóknak több mint az egyharmada kihullott valamilyen, vagy tanulmányi, vagy fegyelmi, vagy bármilyen egyéb okból. Tehát egy magas szintű tisztképző intézmény volt. Egyébként Horthy az akadémia alatt megtanult olaszul, horvátul, mert hogy a monarchia haditengerészetének a matrózainak a nagy része az délszláv származású volt, úgyhogy elengedhetetlen volt a horvát nyelvismerete,
a legnagyobb ellenfél meg, az ellenfél a monarchia haditengerészetének meg Olaszország volt. Tehát illett olaszul tudni. De ő emellett kiválóan beszélt ugye németül, németül oktatták, németül, angolul és franciául is. 1886-ban avatták Tiszteki fregatton kezdte meg. Ez még egy faépítésű hajó volt, amiket már gőzgépekkel láttak el. A monarchiában egyébként is a flotta fejlesztés az mindig háttérbe szorult, valamikor csak a 19. század végén, sőt inkább talán azt mondanám, hogy a 20. század elején indult meg egy nagyobb arányú flotta fejlesztés. 1890-ben már sorhajózászlós a rangja, és Konstantinápolyba helyezik, ott egy ilyen diplomáciai feladatokat ellátó úgynevezett állomás hajót tartotta a monarchia, diplomáciai fogadások, különböző rendezvények tartása miatt, egy Taurus nevű hajó. Horthy kiváló sportember volt, nagyszerűen teniszezett, kerékpározott, lovagolt, vívott, ami ugye általában a tiszti karnál elvárt dolog volt. Sport eredményei, kiváló nyelvtudása, és hát volt neki egy megnyerő modora, meg rendkívül könnyen teremtett kapcsolatot az emberekkel. Ezért ezekben a diplomata, illetve társasági körökben szívesen látott vendég volt mindig. 1892 és 94 között a Szajda nevű cirkálóra került. Ez a cirkáló, ez még nem az a Szajda, amely majd az első világháborúban sok hadi sikert ért el, ez az elődje, ez még egy faépítésű hajó volt, és ez 1892 és 94 között egy földkörüli utat hajtott végre, és Horthy, mint beosztott tiszt, részt vett ezen a földkörüli úton, és gyakorlatilag kelet felé körbehajózták az egész földet. Érintették Indiát, Ausztráliát, csendes-óceáni szigeteket, tehát valóban körbehajózták a világot. Ennek az útnak a során ugye számtalan brit támaszpontra, brit gyarmatra eljutottak, és innen keltezhetjük Horthynak azt a mélységes tiszteletét, amit érzett a brit birodalom, a brit flotta iránt. Érdekesség, hogy az egyik ilyen távol-keleti tartózkodás során a korpevet szokása szerint egy tetoválást helyeztetett el, vagy varratott a vállára, mint egy sárkány tetoválás. Kicsit felnőttebbként, kicsit magasabb rangban már nem volt büszke erre a tetoválásra, általában igyekezett nem megmutatni másoknak, tehát titkolta ezt a tetoválást, nem volt rá büszke. A következő években szépen a monarchia haditengerészetében úgy lehetett előrelépni, hogyha tehát minden következő ranghoz valamilyen vizsga járult. A monarchia haditengerészetében egyszer nem lehetett sikeres vizsgák nélkül következő lépcsőfokra, következő rangra jutni. És ő is szépen egymás után végezte ezeket a tanfolyamokat, vizsgázott, és kapta egymás után a különböző rangokat, illetve beosztásokat. 1899-ben az Artemisia nevű iskolahajó parancsnokának nevezték ki, ez már egy önálló parancsnoki beosztás volt. 1900-ban lett sorhajóhadnagy, és 1901-ben egy igazi hadihajónak, a Sperber nevű torpedorombolónak lett a parancsnoka. 1903 után pedig a Habsburg, illetve a Szent Georg páncélos cirkálókon volt torpedótiszt. Aztán a tengernagyi jachton volt első tiszt, ez a Lacroma nevű tengernagyi hajó. Míg végül 1908-ban ismét
Konstantinápolyba került, 1908-ban a Taurus állomáshajónakra került ismét, de immár parancsnokként. Ez az az időszak, amikor egy lehetőség fölmerült az életében, kérdést intézett hozzá a legfőbb vezérkar, hogy elvállalná-e a szántsegédi beosztást az uralkodó mellett. Ez egy nagy lehetőség. Tehát óriási kapcsolati tőkét lehet képte, az udvarban kell szolgáltat teljesíteni, és ugye minden az udvarban történt. Az udvarban hatalmas kapcsolati tőkét lehet kiépíteni, ez egy lépcsőfok lehetett a további karrier, katonai karrier területén, úgyhogy szerintem nem sokat gondolkodott ezen Horthy, elvállalta a szántsegédi beosztást. Úgyhogy 1909 novemberétől 1914 júniusáig Első Ferenc József szántsegédje volt. Ezt csak egy nagyon rövid időre szakította meg, ezt a szántsegédi szolgálatot a Balkán háborúk idején. 1912 vége és 13 eleje között bevonult a flottához. A Budapest partvédő páncélos parancsnokaként teljesített szolgálatot. Az emlékirataiban is, meg egyáltalán a megnyilvánulásaiban is hangsúlyozott tisztelettel beszél Ferenc Józsefről, és ez a tisztelet ez nem múlt el az évek során. 1914. januárjában érte el a sorhajókapitányi beosztást, ez a szárazföldi hadseregben az ezredesi rangnak felel meg. Az első világháború kitörése körül 1914-ben a Habsburg nevű csatahajónak a parancsnokaként szolgál, és várt arra, hogy elkészüljön az osztrák-magyar hadiflotta, a Kriegsmarine legmodernebb, leggyorsabb cirkálója, egy gyors cirkáló, aminek az volt a neve, hogy Novara. És ahogy elkészült 1915-ben, ennek ő lett a parancsnoka. Amikor 1915. május 23-án az olasz királyság hadat üzent a monarchiának, akkor az egész flotta kifutott, köztük a Novara is, és olasz bázisokat, városokat, illetve a tengerpart mellett futó vasútvonalakat lőtt a monarchia flottája. Horthy, illetve az ő kötelékének a célpontja a Porto Corsini volt, ez a Pó folyótól délre, Ravenna magasságában levő az egyik legnagyobb adriai olasz haditengerészeti bázis volt, és igen, szép eredménnyel pusztították. Az olaszok nem is gondolták, hogy ez a jóval kisebb osztrák-magyar flotta ilyen komoly csapásra képes. Több háború során több hadműveletben is részt vett Horthy, de hát a monarchia hadserege, a monarchia flottája azt tulajdonképpen be volt szorítva az Adriára. A legnagyobb olyan hadművelet, aminek a segítségével szerették volna megváltoztatni a háború menetét, ezt erre 1917. május 15-én került sor, ez a híres otrantói ütközet volt. A Novara, a Helgoland és a Sajda nevű gyors cirkálók, valamint a Balaton és a Csepel nevű rombolók alkottak egy hadműveleti csoportot, és ez a csoport ez áttörte az otrantói tengerzárat. Ez a tengerzár ez aknákból, meg ilyen őrhajókból, meg ilyen drifterhajókból, tehát akik ilyen láncot vontattak, hogy ne lehessen egyszerűen se tengeralattjáróval, sem felszíni hajóval átkelni az otrantói szoroson, illetve hát beszorították az Adriai tengerbe az osztrák-magyar flottát. Nos, ezt a védművet, ezt sikerült áttörnie a Horthy vezette hajórajnak, és 12 ilyen őrhajót elsülyeztettek. Azonban
az Antant flottája, az Antant flotta nyilvánvalóan üldözni kezdte őket, és Alfredo Actonnak hívták azt az olasz tengernagyot, aki vezette ezt az olasz flottát, ami hát jelentősen jóval nagyobb volt, mint Horthy flottája. Három nagy csatacirkáló tartozott bele, két brit, a Dartmouth és a Bristol, valamint egy olasz, a Marsala nevű, ezek jelentősen nagyobb hajók voltak, és még öt olasz romboló, olasz és francia rombolók. Csatára került sor közöttük, és ebben a csatában ugye sokkal a tengeri hadviselésben ugye nagyon fontos az, hogy milyen gyors a hajó, meg az, hogy milyen fegyverzettel rendelkezik. Most ezek a nagyon-nagyon gyors hajók, a Monarchia nagyon gyors hajói, a Novara körülbelül olyan 65 km per órás sebességre volt képes, viszont az olaszoknak is voltak olyan hajói, meg az Antantnak is voltak olyan hajói, amelyek ilyen sebességre voltak képesek, tehát az üldözés folyt, viszont a Monarchia cirkálóinak a fegyverzete az sokkal szerényebb volt. 10 darab 10 cm-es ágyúval rendelkeztek, míg a gyors cirkálók, az ellenséges, főleg a brit cirkálók, azok akár 15 cm-es ágyukkal is rendelkeztek, amik akár másfélszer olyan messzire el lehetett lőni, tehát nem voltak egyenlőek a feltételek. Maga Horthy is megsebesül ebben az összecsapásban, repeszek csapódnak a lábába, illetve fejsérülést is szenved. Azonban, amikor miután ellátják a sebeit, visszaviteti magát a parancsnoki hídra, és egy ilyen nyugágyból vezényli a saját kis flottájának a tevékenységét. Nyilván a nagy vérveszteség, meg a hevenyészett orvosi beavatkozás következtében ugye nem gyógyult meg, vagy nem jött rendbe teljes mértékben, nagy vérveszteséget szenvedett, és közben többször is ájult csata közben. A sokkal erősebb Antant kötelék ki megtalálta, kiszúrta, hogy melyik hajó a vezérhajó, ugye a Novara, és aztán a Novarára összpontosították a tüzüket. Az elszenvedett találatok száma mutatja, hogy mennyire egy hajóra céloztak, míg a másik két cirkáló 3, illetve 4 találatot szenvedett el, addig a Novara 45-öt. Ez azért is a legénységének körülbelül a fele vagy sebesült, vagy meghalt. Tehát egy nagyon súlyos állapotba került a Novara, a gépei leálltak, ezért nem lehetett más csinálni, mint hogy vontára fogták ezt a hajót, és ez viszont rendkívül lelassította az osztrák-magyar kis flottát. Úgyhogy egy idő múlva úgy látszott, hogy nincs menekvés. Ám ekkor megérkezett a felmentő sereg. A Budapest partvédő páncélos, a Szent Georg és egyéb páncélos cirkálók, nagy hajók vezette mentő csapat, megérkezésével eldöntötte a csatát, az Antant flotta elmenekült. Óriási lelkesedés fogadta ezt a győzelmet, mert hogy ez győzelem volt mindenképpen. Az olaszok több hajót vesztettek, és sikerült áttörni a zárat, a tengerzárat, meg nagy reklámértéke is volt, és egy országosan ismert emberré tette Horthy Miklóst ez a győzelem. Sebesülése miatt néhány hónapot kórházban, illetve otthon kenderesi birtokon töltött, és 1918. február 1-én tér vissza a flottához, és ekkor a Prince Eugen csatahajónak a parancsnoki posztjára kerül. Ekkoriban tört ki a kattárói matrózfelkelés,
amiben a közhiedelemmel ellentétben nem vett részt, ugyanis nem tartózkodott a Pencattaróban. Tehát a leverésében semmiféle szerepet nem játszott. 1918. február 27-én ellentengernaggyá nevezték ki, ez az első tengernagyi rang, és egyúttal a császári és királyi flotta a Kriegsmarine parancsnokává nevezték ki. Ezzel átugrott egy csomó rangban felette, átugrott, illetve megelőzött rangban felette álló tengerésztiszteket is, úgyhogy ez az idősebb tengernagyoknak ez ugye nem nagyon tetszett. 1918. júniusában még egy utolsó kísérletet tett a, megint csak az közben helyreállt a tengerzár ellen indultak. Az egész osztrák-magyar flotta kifutott, két nagy csoporttal, egyik Pólából, a másik Kattáróból. A pólai csoportot a Szent István csatahajó vezette, a délit, a Kattáróit pedig meg a Horthy. A Szent István azonban nagyon szerencsétlen körülmények között egy olasz torpedórombolónak sikerült megtorpedóznia, és a Szent István elsüllyedt. Amikor megérkezett a hír a déli csoportosuláshoz, akkor Horthy lefújta az egész akciót, és hazarendelte a flottát. Ez volt az utolsó hadi cselekménye az osztrák-magyar flottának. Egyre rosszabbodott a helyzet a monarchián belül. A hadsereg hamarosan leteszi a fegyvert, illetve a nemzetiségek mindenhol lázadoznak. Úgyhogy 1918. október 31-én, Budapesten is ugye megvolt már a forradalom, október 31-én azt a parancsot kapta a királytól, hogy az egész hadiflottát adja át a szerb-horvát nemzetiségi tanácsnak. Nagyon érdekes jelenetek játszottak le. Ugye a szerb-horvát nemzeti tanács tagjai ugye parancsolgatni kezdtek ott a hajókon. De hát Horthy azt mondta, hogy amíg látják ott fönt azt a zászlót, ugye ott volt a haditengerészeti zászló, azt mondja, amíg az a zászló fönn van, addig itt önök civilek. Majd ha levontam a zászlót, akkor lehet parancsolgatni. De hát kénytelen volt végrehajtani a király utasítását. Mint egy ellen szolgáltatásként november 1-én a király altengernaggyá nevezte ki. Ez egy jel magasabb rendfogozat. Tehát nem ellentengernagyként, hanem altengernagyként vonul majd nyugdíjba. Gyakorlatilag megszűnik a monarchia ebben az időben. Horthyt leváltják a parancsnoki ségéről, és haza kell térnie, hazatér a birtokra Kenderesre. Illetve hát először jelentkezik a vadonatúj magyar hadügyminisztériumban, ahol azonban közlik vele, hogy ő már nyugdíjas. Úgyhogy hazatér Kenderesre. Egyébként nem volt ellenséges az új Károlyi féle vezette új népköztársasággal, tulajdonképpen együttműködött. Akkor változott meg az egész dologról a vélemény, amikor kiderült, hogy ez a Károlyi kormányzat teljesen alkalmatlan az ország vezetésére. Minden irányból betörtek az országba az ellenséges csapatok, és akkor úgy gondolt, hogy valamit tenni kell, mert ez a kormányzat úgy tűnik, hogy nem fog, nem tesz semmit, és tönkreteszik az országot. Még néhány szót arról, hogy milyen volt ez a tengerésztiszti karrier. Ez egy komoly, komoly karrier volt. Ő volt az egyetlen magyar származású főparancsnoka az osztrák-magyar haditengerészetnek. Mind a szövetséges, mind az ellenséges erők egyébként nagy tisztelettel viseltettek Horthy iránt. Rendkívül lovagias embernek
mint egy 19. század lovagnak tartották. Tehát valóban soha nem hagyott ellenséges katonát a vízben, kimentette őket, és egyáltalán amilyen módon csak lehetett tisztelte, kimutatta a tiszteletét az ellenség iránt. Nagyszerű eredményeket mutatott föl cirkálóparancsnokként, illetve kötelékparancsnokként. Azt, hogy igazából, mint flotta parancsnok mire lett volna képes, egész egyszerűen nem tudta megmutatni, mert nem maradt rá ideje. Én azt gondolom egyébként, hogy bárkit neveztettek volna ki akkor flotta parancsnoknak, senkinek sem lett volna módja arra, hogy érdemben befolyásolja a háború kimenetelét, a háború olyan kimenetelét, amilyet el kellett szenvednünk. Egy nagy váltás következik be az életében, ugye a tengerészeti karrierje véget ért. Nézzük meg, milyen képességekkel rendelkezett Horthy. Ugye katonatisztként egyértelműen kiváló képességekkel rendelkezett, nem véletlenül jutott el arra a magas szintre, ahová eljutott. Az is igaz azonban, hogy innentől kezdve, amikor majd politikával foglalkozik, ehhez gyakorlatilag nincs előképzettsége, hiszen ő nem politikusnak készült, ő katonatisztnek készült, kiváló katonatiszt lett belőle, de hát sem közgazdasági, sem jogi, sem államigazgatási tanulmányokat nem folytatott, hiszen nem készült politikusnak. Persze az is igaz, hogy szárnysegédként az udvarban nagyon sok mindent láthatott, nagyon sok mindent elleshetett abból, hogy hogyan csinálják a politikát a színfalak mögött, amit később nyilván hasznosíthatott, mármint kormányzóként. Én azt gondolom, hogy a karrierjében nagyon fontos szerepe volt annak, hogy Horthy egy kiváló kapcsolatépítő ember volt, bárkivel el tudott beszélgetni. Persze az is igaz, hogy sok kérdésben a gondolkodásmódja egyáltalán nem változott az idők során. Így például a tisztelete Ferenc József iránt, az sohasem szűnt meg. Mondjuk ez a Ferenc József, ez az öreg Ferenc József, ez már nem az a Ferenc József, aki az Aradon kivégeztette a tábornokokat. Nagyon érdekes, ez is egy külön történetet megérne, hogy a magyarok szemében az átkozott Ferenc József, aki leverte a mi szabadságharcunkat, hogyan változhatott az a joviális, kedves öreg királyá, akit mindenki Ferenc Jóskázott. Mindenesetre ő az idős kori Ferenc Józsefet ismerte meg, és az idős Ferenc József iránti tisztelete maradt meg egész életében. Ugyanígy a brit birodalom, a brit flotta tisztelete is egész életében megmaradt. Azt, hogy a britek egy birodalmat tudtak létrehozni és működtetni, ezt egy rendkívül tiszteletre méltó dolognak tartotta. De, hogy nézzünk egy negatív dolgot, soha nem szűnt meg az ellenszenve, mondjuk így finoman, az ellenszenve például a kommunistákkal szembe. Egyszerűen nem tudta elfogadni ezt a világnézetet. Az ő világlátása abszolút jobboldali és konzervatív világlátás volt, és nem változott. Tehát az egész életében ehhez hű maradt, ez a jobboldali konzervatív világnézethez. Tehát próbálta megvédeni ezt a fajta berendezkedést, és megérteni sem tudta az olyan szélsőségeket, mint a kommunizmus, vagy a fasizmus, vagy a nemzeti szocializmus. Ezek egyszerűen távol álltak az ő gondolkodás módjától. A monarchia összeomlásakor látszólag mindent elveszített. Ugye, ami számára fontos volt, mert megszűnt a monarchia maga. Megszűnt a királyság, mint intézmény. Magyarország, ő tengerész volt, Magyarország elveszítette a tengerét. Ráadásul 1918. októberében Skarlátban meghalt a lánya. 18 vagy 19 éves korában, tehát egy felnőtt, majdnem felnőtt nőként elveszítette a gyermekét. Ez egy nagyon súlyos, azt gondolom súlyos csapás lehetett. És hát
1919. januárjában a Károlyi kormány nyugdíjba küldte. Tehát gyakorlatilag mindent elveszített, amiért addig élt. Vagy óriási veszteségek érték az életében. Mégis van benne valami kőkemény, mert túléli ezeket a csapásokat, és gondoljunk bele, hogy alig másfél éven belül Magyarország kormányzója. Tehát ő egy végtelen kemény ember, azt kell, hogy mondjam. Olyan igazi katonaember volt. A súlyos csapások nem összetörték, hanem inkább megedzették. A tanácsköztársaság idején Horthy csatlakozott a francia megszállás alatt lévő Szegeden megalakuló ellenkormányhoz. 1919. májusában gróf Károlyi Gyula vezetésével alakult itt egy ellenkormány, és ennek a hadügyminisztere lett Horthy Miklós. 1919. július 5-én a Magyar Országos Véderő Egylet díszelnökévé választották őt, és amikor az Antant feloszlatta ezt a Károlyi kormányt, akkor a következő kormányban Horthy már nem kapott tisztséget, más lett a hadügyminiszter. Ellenben helyette 1919. júliusában Horthy lett a Nemzeti Hadseregnek a főparancsnoka. 1919. augusztusában a tanácsköztársaság, ugye augusztus elején a nagy román támadás után a kommunisták ugye elmenekültek, és a tanácsköztársaság bukása után József főherceg, Habsburg József főherceg próbált egy kormányt létrehozni az országban, de hát olyan fajta, az Antant részéről olyan mértékű ellenállást váltott ki, hogy egy Habsburg, aki egyébként a magyar Habsburgok közül származott, egy Habsburg nem kerülhetett kormányzati pozícióba Magyarországon, úgyhogy József főherceget is eltávolították. Folytak a tárgyalások egyszerűen. Zűrzavar az országban, és folytak a tárgyalások. A szövetséges katonai misszió, ezek főleg britek voltak a vezetői, keresték a megoldást, hogy hogyan lehetne konszolidálni ezt a zűrzavart, hogy hogyan lehetne az országot rendbe tenni. És Horthy is augusztus közepe táján tárgyalt a misszióval, és ő felajánlotta, hogy ő, mint főparancsnok, egy fegyveres erővel rendelkezik. Gyakorlatilag az egyetlen magyar irányítású fegyveres erővel az ország területén, és ezzel a fegyveres erővel ő tudja biztosítani a rendet Magyarországon. Sikerült megegyezni a szövetséges katonai misszióval, Horthyra bízták a rendteremtést, nevezzük így. A Nemzeti Hadsereggel együtt a Dunántúlra vonult, és a Dél-Dunántúlon, pontosabban Siófokon rendezte be a főhadiszállását. Az egész általa megszállt területen katonai igazgatást vezetett be, és úgynevezett körzetparancsnokokat nevezett ki, akik teljhatalommal irányították annak a területnek az életét. Ugye ezek között a körülmények között került sor arra az esemény sorra, amit fehér terrornak szoktunk hívni. Prónai Pál, Héja Iván és egyéb különítményes parancsnokoknak a túlkapásairól van szó tulajdonképpen. Egy ellenhatás, ugye a kommunisták, a Lenin fiúk szintén egy terrort vezettek be az országba, és ezek az emberek megpróbálták, ezek a különítményesek megpróbálták elfogni, hatástalanítani ezeket a kommunistákat, illetve azokat, akik ilyen eszméket vallottak. Halálesetek is történtek az elfogott kommunista gyanús emberek között, de az is tény, hogy Horthy Miklós saját maga soha nem adott parancsot megtorlásra, semmilyen jellegű megtorlásra. George Russell
Clerknek hívták azt a brit diplomatát, aki ilyen közép-európai megbízott volt, egyébként eredetileg prágai nagykövet. Ez a Clerk vezette ebben az időben, egy külön megbízott volt, és ő is úgy látta, hogy egyetlen ember van, egyetlen egy erő van az országban, aki képes a rendet helyreállítani, ez pedig Horthy Miklós, illetve a nemzeti hadsereg. Megegyezett Horthyval, viszont feltételül szabta, hogy ezek a kilengések, ezek amit fehér terrornak nevezünk, ezek a bosszúk, ezeknek véget kell vetni. És Horthy teljesítette is ezt a feltételt. 1919. november 16-án, miután ugye a román hadsereg kivonult az országból, kivonult Budapestről, szétrabolva az egész országot, meg mindent, ami mozdítható, vittek magukkal, a Horthy, illetve a nemzeti hadsereg bevonult Budapestre. Kezdetben a Gellért szállóban rendezte be a főhadiszállását, de a különböző tiszti különítményeknek a város különböző pontjain voltak a székhelyei. Azt tudnunk kell, hogy a nemzeti hadsereg egy frissen alakult, hát még meglehetősen szervezetlen testület volt ebben az időben. Bizonyos parancsnokok önállóan döntöttek kérdésekben, és nagyon sokszor felső parancs nélkül hajtották végre ezeket az atrocitásokat. Horthy, és ez is tény, hogy Horthy leállította ezeket a kilengéseket, sőt, volt olyan, hogy a saját emberei közé lövetett, amikor nem értették meg, hogy miről van szó. A vesztes háború, a kommunista diktatúra, az ellenséges megszállás olyan hihetetlen mértékű károkat okozott az országnak, különösen a román megszállás, hogy Magyarország meg aztán a békediktátum, hogy Magyarországnak tulajdonképpen reálisan nézve semmiféle esélye nem volt arra, hogy egy normálisan működő ország lehessen belőle. Egyszerűen tönkretették az országot, egy 1000 éves jól működő rendszert tettek teljesen tönkre. Ilyen helyzetben kellett, tehát azért ezt is vegyük figyelembe, ilyen helyzetben kellett rendet tenni az országban, konszolidálni az országot, és egyáltalán működőképessé tenni. 1919. novemberében Huszár Károly vezetésével alakult egy új kormány, és ezt a kormányt már az Antant is elismerte, és noszogatták ezt a kormányt, hogy küldjön bizottságot most már Párizsba, hogy végre írják alá a magyarok is a békeszerződést, a békediktátumot. Ez a külpolitikai helyzet. A belpolitikában pedig két fontos dolog állt az ország előtt. Nemzetgyűlési választásokat kellett tartani, illetve el kellett dönteni az államforma kérdését. A nemzetgyűlési választások kérdése az egy könnyebb kérdés volt, hiszen már a korábbi Friedrich kormány kiadott egy ilyen választójogi rendeletet, ami alapján könnyedén lehetett választásokat tartani. Egyébként a magyar történelem egyik legdemokratikusabb választójogi rendelete. Gyakorlatilag bárki 24 év fölöttiek, nők is szavazati jogot kaptak, tehát gyakorlatilag a szavazó, az ország lakosságának kb. 70-75%-a az választóvá vált ezáltal. 1920. január 25-26-án tartották meg ezeket a választásokat. A Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja nyerte meg a legtöbb szavazatot, gyakorlatilag minden szavazatot, alig-alig jutott szavazat más pártoknak, és ez a két párt aztán később egyesül, ugye ők lesznek, egy kormánypárt alakulnak, ő lesz az egységes párt, és egészen 1932-ig ez a párt irányítja az ország politikai életét. Nehezebb kérdés volt az államforma kérdése. Pontosabban nem volt
nem volt nehéz, mert a képviselők, illetve gyakorlatilag az ország lakosságának a döntő többsége azt mondta, hogy köszönjük szépen, köztársaságot nem kérünk, Magyarország királyság. Tehát ebben a kérdésben, az alapkérdésben, az államforma kérdésében megegyezett a politikusok, illetve az átlagembereknek a véleménye, mindenki királyságot akart. Ez jól működött 1000 évig Magyarországon, minek ezen változtatni. A probléma azonban ott volt, hogy ki legyen a király. Mert hogy nekünk elvileg van királyunk. IV. Károly, Habsburg IV. Károly. Az országgyűlésben két párt alakult ki. Egyik pártot úgy hívták, hogy legitimisták, a másik pártot meg úgy hívták, hogy szabad királyválasztó, vagy két részre szakadt az országgyűlés. A legitimisták azt mondták, hogy nincs mind gondolkozni, nekünk ott van az uralkodónk, IV. Károly, és nem is kell erről beszélnünk. A szabad királyválasztók pedig azt mondták, hogy nem úgy van az, a Habsburgok tették tönkre az országot, akkor nehogy már egy Habsburg legyen a magyar király, igenis, szabadon kell választanunk. Igen, királyság legyen, de szabadon választunk valaki mást, ne egy Habsburgot. Egy új dinasztia kerüljön az ország élére. Az igazi probléma azonban az volt, hogy az Antant, illetve a környező országok, azok határozottan tiltakoztak az ellen, hogy Magyarországnak az államfője ismét egy Habsburg legyen. Olyan szinten volt határozott ez a tiltakozás, hogy háborúval fenyegetőztek. Tehát az országgyűlés is egyre inkább afelé hajlott, hogy ne a legitimisták álláspontját, hanem a szabad királyválasztók álláspontját fogadjuk el, és Horthy is ezen a véleményen volt. Horthy azt mondta, hogy akkor válasszunk egy, illetve jó néhány politikus is, akkor válasszunk egy ideiglenes államfőt, amíg eldöntjük, hogy ki lesz az új király. A Habsburg nem lehet. Horthynak pedig tökéletesen megfelelt, mint vezető politikusnak, tökéletesen megfelelt volna ez a pozíció, ez az ideiglenes államfői tisztség, és mert hogy ő egyébként soha nem vonta kétségbe IV. Károly uralmának a jogosságát. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor tánysegédként az udvarban szolgált, akkor még nagyon fiatal IV. Károllyal, akkor még Károly főherceggel egészen közeli barátságba keveredett, illetve a szüleivel nagyon közeli barátságba keveredett Horthy, és ez a barátság akkor is megmaradt, amikor királlyá vált, 1916-ban királlyá vált IV. Károly, sőt, véleményem szerint még abban is szerepet játszott ez a barátság, hogy Horthyt nevezték ki a minden hozzáértése és tehetsége mellett, őt nevezték ki az osztrák-magyar flotta élére. Szóval nemzetgyűlés úgy döntött, hogy egy ideiglenes államfőt kell kinevezni, és ez az ideiglenes államfő, ez legyen Horthy. És 1920. március 1-én Horthy Miklóst nevezték ki ideiglenes államfő kormányzói rangban. IV. Károly azonban nem nyugodott bele ebbe a helyzetbe. IV. Károly, amikor a háború, az első világháború végén lemondott, az nem egy igazi lemondás volt. Tulajdonképpen ez a nyilatkozat, amit ekkor tett, Eckart Csaui nyilatkozatnak hívják ezt, tehát amikor ezt a nyilatkozatot tette, ő azt írta, hogy felfüggesztem az uralkodói tevékenységemet. Tehát nem mondott le tulajdonképpen a magyar koronáról, ő koronázott magyar királynak számított. És valóban kétszer meg is próbálja, hogy visszaszerezze az országát. Március 26-án, ugye Szombathelyre érkezik, és Szombathelyen találkozott Teleki Pállal, aki egyébként akkor Magyarország miniszterelnöke volt, és tárgyalásokat folytattak. Autóba ült, és felautózott Budapestre, és egyszerűen bekopogott a várba. A Horthy család éppen
ebédnél ült, az ebédről kihívták Hortit, és Horthy egy külön terembe leült a királlyal, és több mint egy órán át tárgyaltak, konkrétan nem tudjuk, hogy miről, de hát nyilván Horthy megpróbálta lelkére beszélni. A dolognak az lett a vége, hogy Károly lesétált az autóhoz, és elhagyta az országot. Tehát Horthynak sikerült lebeszélnie erről. De Károly mindenképpen szerette volna a királyi hatalmát visszakapni, úgyhogy az ősz folyamán, októberben újra próbálkozott. Ugye Svájcban élt, repülőgéppel érkezett meg Dénesfára, a ciráki birtokra, és ahol már várták az összeesküvő társak, és menet közben több katonai alakulat is esküdtett Károly a hűségére, és ezekkel a katonákkal egészen Budaörsig sikerült eljutnia. Horthynak meg nem nagyon voltak alakulatai Budapesten, vidéken voltak az alakulatok nagy része, ezért egyetemistákat fegyvereztek föl, meg csendőröket küldtek ki a Budaörsre. És Budaörsön egy ilyen szórványos lövöldözés, Budaörs határában egy ilyen szórványos lövöldözés kezdődött, de hát IV. Károly, a király, nagyon hamar leállította maga részéről ezt az összecsapást, mert hogy halottak is voltak, meg sebesültek is voltak, és semmiképpen sem akart egy véres hatalom átvételt. Ugyanakkor szinte azonnal megérkeztek a szomszédos országok tiltakozó jegyzékei Magyarországra, a kormányhoz, Horthyhoz, sőt, Eduard Beneš, a csehszlovák akkori miniszterelnök konkrétan háborúval fenyegetőzött. Azt mondta, hogy ha IV. Károly csak kísérletet is tesz arra, hogy visszaszerezze a trónját, akkor Csehszlovákia azonnal megindítja a csapatait Magyarország ellen. Ezt komolyan kellett venni. Horthy is úgy gondolta, hogy ezt komolyan kell venni. És amikor másnap megérkeztek a vidékről, megérkeztek a Horthyhoz hű csapatok, akkor ezeket azonnal Budaörsre vezényelték, ott bekerítették a király hű csapatokat, és az egész pucskísérletet elfolytott. Így tehát kudarcba fulladt a király második visszatérési kísérlete is. Ekkor már az Antant is úgy érezte, hogy közbe kell lépnie. Egy brit elfogták IV. Károlyt és a családját, és egy brit hadihajón Madeira szigetére internálták. Madeira az jó messze van az Atlanti-óceánban, hogy még véletlenül se próbáljon meg visszatérni. Egyébként szegény IV. Károly elkapta az akkori világjárványt, ezt a spanyol náthalt, és hamarosan meg is halt. Tehát ez a veszélye az ő halálával annak, hogy visszatér a koronázott király, ez megszűnt. Vannak, akik azt mondják, hogy gyanúsan jókor halt meg. Az orvosi vizsgálatok azonban azt mondják, hogy valóban ebben a spanyol náthában halt meg. Itthon pedig november 6-án a nemzetgyűlés immár negyedszer a magyar történelem során kimondta a Habsburg ház trónfosztását. Ezzel Horthy kormányzósága végképp megszilárdult. Egy olyasfajta hatalma volt Horthynak, mint mondjuk egy közepesen erős köztársasági elnöknek ezzel a kormányzói hatalommal. Horthynak sosem volt diktatórikus vagy totális hatalma. Tehát erről nem beszélhetünk. Ideiglenesnek szánt hatalom volt, de hát ugye több mint két évtizedig tartott, és csak majd valamikor a hatalma vége felé tesz kísérletet arra, hogy ezt örökítse is ezt a hatalmat. Ugye 1942 tavaszán nevezik ki kormányzó helyettessé az idősebbik fiát, Istvánt, de
szegény István nem sokáig lehetett kormányzó helyettes, mert még 1942 nyarán egy repülő balesetben, mert hogy ő a keleti fronton harcolt akkor, egy repülő balesetben meghalt. Itt is fölmerül a gyanú, hogy nem egészen, mert hogy nem lehet pontosan tisztázni, hogy milyen körülmények között egy hajnali bevetés, egy milyen körülmények között halt meg Horthy István. Minden esetre nem a, tehát egy magyar gyártmányú, egy olasz licenszű magyar gyártmányú héja típusú vadászgéppel repült, hát ezek nem a kor csúcs színvonalának levő repülőgépek voltak, talán ez is hozzájárult a kormányzó helyettes halálához. Ez persze hatalmas emberi veszteség volt Horthynak, illetve az országnak is, mert egy fiatal, tehetséges politikust vesztettünk el Horthy fiában. De térjünk vissza az 1920-as évekhez. Telekit mivel kapcsolatban, vagy nem teljesen tisztázott volt a kapcsolata a király visszatérési kísérletekkel kapcsolatban, leváltotta, és 1921-ben Bethlen István, gróf Bethlen István lett a magyar miniszterelnök. Illetve az a politikai csoportosulás, akiket ugye mérsékelten konzervatív politikusoknak nevezünk. Egy nagyon tehetséges társaság volt, maga Bethlen is egy rendkívül tehetséges politikus volt. Talán a 20. század egyik legtehetségesebb magyar politikusa. Tehát ő volt az, aki rendbe tette az országot, aki konszolidálta az országot. Gondoljunk bele, nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy tönkretett, egy szétgyalázott, egy kirabolt, egy feldarabolt országról van szó, és ezt az országot kellett működőképessé tenni. Úgy, hogy megfosztották az alapvető nyersanyag forrásaitól, egy védhetetlen határait mentén, ugye védhetetlen, semmiféle természeti akadály nincs a mai Magyarország, tehát egy védhetetlen országot kreáltak Magyarországban, és ezt a kreálmányt, ezt működőképessé kellett tenni. Ez egy óriási feladat volt, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ebben Bethlennek, illetve ennek a politikus körnek, illetve magának Horthynak milyen óriási szerepe volt.